Két pont hátrányban volt a feljutásért vívott harcban a Váccal szemben a Kozár Michelin, mely szombaton Gyulán győzelmi kényszerrel lépett pályára. A házigazda piros-feketében pályára lépő Termálnak sem a feljutás, sem a kiesés ügyében nem volt izgulnivalója, így a csapat leginkább a szép hazai búcsú reményében vetette bele magát a küzdelembe. Mindkét együttes kellően motivált futballt mutatott be az első percekben, bár az első kísérletek mindkét oldalon elkerülték a kaput. A 11. percben Ciráki Attila indult meg a bal oldalon, előbb Okos, majd Vince próbálta megszerelni, de ez végül csak Webernek sikerült, s bár a gyulai védő láthatóan elérte a labdát, a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Nagy Mihály értékesítette. Nem kellett sokat várni a válaszra, 3 perccel később Nagy Gergely indította Okost, aki jól ívelt a túloldalra, ahol az érkező Vince az ellenfél Hóri Horgas kapusa fölött bólintotta a labdát a gólvonal mögé. A 23. percben Sipos jól helyezett szabadrugását tolta ki Molnár Péter, a vendégek a 42. percben Beke Péter, majd 2 minutum múlva Nagy Mihály révén veszélyeztettek. A 46. percben jött a csattanó, Sipos szabadrugása után a vendégvédők kifejelték a labdát, Weber és Nagy Gergely összjátéka után előbbi ívelt középre, ahol az érkező Laurinec Ákos nem hibázott. A 2. félidőben a Baranya megyeiek nagy erőket mozgósítottak a győzelemért, a 46. percben mégis Okos István lövését kellett kitornázni a Molnárnak. Az 54. percben Kocsis Adrián kemény bombáját hárította harman, 1 perc múlva a szöglet után viszont ő ejtette ki a labdát, amit Ciráki Attila közelről bekotolt. A 2-2 nem volt elég a vendégeknek, a 60. minutumban a hazai kapusnak kellett nyújtózkodnia egy fejes után, és a folytatásban is többnyire a Kozár Michelin veszélyeztetett a visszahúzódó és kontrákra építő gyulaiak ellen. A 67. percben bekevezethette egyedül a kapura a labdát, de harman hárította az ütszert. 2 perc múlva Ciráki bombázott fölé, a 73. minutumban Tóth Adrián került ajtóablak helyzetbe, de harman újra hárított. 1 perc múlva góllá érett a vendégek igyekezete, Ciráki higgadtan helyezett a kapuba. A vendégek a továbbiakban is lendületben maradtak, a 83. percben az első gólt is jegyző Nagy Mihály egyszerűen lefutotta a gyulai védelmet, és a kapuba helyezve 4-2-re alakította az állást. Az utolsó említésre érdemes eset a 91. percben Gaják Gergő nevéhez fűződik, aki a 2. sárgalapja után megkapta a pirosat is. Készültünk el a mérkőzésen nagyon, mert tudtuk, hogy a Gyula hazai pályán nagyon erős. Be is bizonyították, azért a első félidő utolsó percében gólt tudtak ellenünk. Igaz, voltak lehetőségeink az első félidőben is, egy kicsit tompán a hosszú út szerintem rányomta a bélyegét az első félidőnkre. Hát a második félidőben azt hiszem bebizonyítottuk, azért nem vagyunk olyan rossz csapat, méltóképpen vagyunk a 2. helyen, és azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten nyertük a mérkőzést. A vereség ellenére nem kellett szégyenkeznie a termámesterének, Szekeres Lajos együttese becsülettel helytállt az MB2-es szint közelében játszó Kozár Michelin ellen. Talán a csoport nem legjobb csapatától szenvedtünk vereséget, de úgy gondolom, hogy megpróbáltunk mindent. Ugye az első félidőben kétszer is tudtunk, illetve előnnyel tudtunk fordulni a félidőben. Tehát úgy gondolom, ez óriási dolog volt a csapat részéről, mert tulajdonképpen a kispadon már nem volt egészséges játékosunk. Tehát annyira elfogytunk a végére, hogy ez is egy nagyon nagy fegyvertény volt. A már biztosan a 12. helyen végző Termál a bajnokság utolsó mérkőzését a Reac otthonában játsza.